Tisztelt hallgatóság! Először is a köszönet hangján szólok. Rendkívül megtisztelőnek és nagy feladatnak tartom azt, hogy a szervezők és kollégám rám gondoltak. Gondolataimmal arra szeretném elsősorban felhívni a figyelmet, hogy mit is jelent számunkra ez a nap, milyen kötelességünk van nekünk és az itt nagy számban helyet foglaló fiatalságnak. Számukra állandó kérdés lehet. Mit keresek én itt? Miért fontos számomra, hogy ilyen megemlékezéseken részt vegyek? Jelentenek-e ezek a közösségi programok számukra más, hogy esetleg szaktanáraik, osztályfőnökeik dicséretben részesítik őket a megjelenésért? Tisztelt diákok, akik e nap alkalmával megjelentetek itt, nektek is felelősségetek van. Egy felelősen gondolkodó fiatal a környezete iránt empatikus. Átérzi a szenvedést, azokat az emberi sorsokat, amelyeket akár a családtagjaitok is átélhettek. Ezekből a történelmi tényekből, emberi sorsokból lehet tanulni igazán. Éljetek azokkal a lehetőségeitekkel, jogaitokkal, amit számotokra a környezet és a hazátok biztosít. Mi tehát a felnövekvő generáció feladata? Megelőzni azt, hogy ilyen igazságtalanságok, a megfélemlítésen alapuló diktatúrák kialakulhassanak. Igen, kedves hallgatóság! Azt gondolom, ezek a megemlékezések felhívják arra a figyelmet, nem lehet hagyni az emberi jogok sárbatiflását, és azt, hogy az embertelenségek még egyszer előfordulhassanak a történelemben. A mai nap, vagy a holokauszt áldozatainak emléknapja ezt az üzenetet kell, hogy legjobban közvetítsék. Kedves hallgatóság! A ma kirakott gyertyák sokszor olyan emberekről szólnak, akikről mai napig nem lehet tudni, hol nyugszanak. Ezekkel a gyertyákkal tiszteljük meg őket, és azokat a halottakat, akiket szeretteik meglátogatnak sírjaiknál, emlékhelyeinknél. Nincs könnyű dolgunk, azt gondolom, hogy ezeket az érzéseket újra átéljük ebben a teremben. Úgy érzem és remélem, nem kell félni hasonló megpróbáltatásoktól. A gyertyák a könnyeket szimbolizálják egyben, ami olykor különböző tőből fakadnak. Kinek a családtagjaira való emlékezésből, kinek az elnyomás, a lelki megfélemlítés, a megszégyenítésből fakadó keserből. Sokakat, remélem pedig a műsor fog rádöbbenteni azokra az érzésekre, hogy igenis fontos, hogy az én gyertyám is ott legyen a többi között. Az én könnyem is hújjon a gyertyák metaforájának segítségével azoknak az áldozatoknak, akik vagy már nincsenek közöttük, vagy mai napig szívükbe hordják a megaláztatás, a félelem érzéseit. A szörnyűségeket minden egyes embernek át kellett élnie, aki gyanúsnak látszott, vagy nem azt vallotta, amit a rendszer szeretett. A Bári Szabó István szakközépiskola diákai műsorukkal ezekre a kilátástalanságokra, ezekre a kiszolgáltatottságra akarja felhívni a figyelmet. Mit jelent, kedves hölgyeim és uraim, kiszolgáltatottnak lenni? Ez kisebb-nagyobb mértékben mindenki átérte már. Ezt az érzést átélhetjük mindennapi szituációkban is. Például orvosnál, a különböző hivatalos ügyek intézésénél. A cselekvésképtelenség megöli az emberi lelkeket. Nincs annál rosszabb, ha tudja előre az ember a sorsát, ismeri azt, de nem tud ellene tenni semmit. Bármit tesz, megtörténik vele a szörnyűség. Sokak számára állandó emléket jelent a mai nap. A statisztikailag nem is tudom bizonyítani, de szinte minden egyes magyar családban van olyan, aki átélte a kommunizmus borzalmait. Az ő elkeseredett hangjuk talán mai napig visszhangzik fülünkbe, és mai napig figyelmeztet arra, hogy az ember néha sajnos állattá válik. Mi vagyunk az egyetlen fal sok tudó szerint, akik képesek egymásnak ártani ok nélkül. Ha megnézzük az állatvilágot, ott az ölés a faj fenntartás szolgálja. Ez a tisztasága az ölésnek a mi esetünkben nem mondható el.
Az erőszakot kiválthatja a féltékenység, politikai gondolkodás, vallási hovatartozás, egy szubkultúrától való félelem. Igen, a félelem. Az ismeretlenhez, a tőlünk idegennek vélt emberi megnyilatkozásokkal, kultúrákkal szemben valljuk be a fitőlők is sokan, de én is gyakran erőszakosan közeledünk. Ez az erőszakra való hajlam, az agresszió mindenkiben benne van. Igen, ha táptalajt kap a félelem, az agresszió, akkor sajnos bárkiből lehet az elnyomó gépezet tagja. A kommunizmus az elnyomó gépezete, és ezeket a félelmeinket, az érzéseinket használta ki, és fordította az emberiséget saját embertársaik ellen. Én is ahhoz a generációhoz tartozom már, akik csak beszédek, történelemkönyvek vagy írásos anyagok személyes beszámolók útján tudnak, és tudtak bármit is erről a vészterhes időszakról. Az ünnep segítségével újraidézhetem azt, amit csak hallomásból tudok. Felelősséggel tartalmazom ennek az emléknapnak, mint történelemtanár. Felelősségem abban rejlik elsősorban, hogy mind magamban, mind a diákságban, akikkel nap mint nap találkozom, tudatosítsam, vigyázz ember, ne hagyd magad befolyásolni. Védekezz! Ez a védekezés az áldozatoknál is megjelent. Amiről nem beszélek, az nem fáj, amit elfelejtek, az olyan, mintha nem is történt volna meg. Kedves emlékező, ez a legrosszabb, amit tehetünk, a felelés. A gulágok, a fekete autó, a málenki robot, a besúgó rendszer, a kollektivizálás, a kínzások, a szovjet katonák által elkövetett erőszaktevése mindig figyelmeztessenek bennünket, nem, soha nem, ebből nem kér a rendszert. A mai nap lehetőség és egyben esély. Ezeken a félelmeken túllépni, a szakadás, mely a szívekben van befoltozni, azt gondolom feladatunk. A közös gyásszal, a gyertyákkal, a megemlékező műsorokkal talán egy hidat tudunk építeni, mely hív összeköt minket. A mai nap egyben tehát terápia, mely segít megérteni egymás gyászát, elfogadni, ami megtörtént, segít feldolgozni azt. Kedves hölgyeim és uraim, a mai nap az önök, a szervezők és a diákok közös köre, hogy a beszédem fő gondolata, a felelősség a jövő iránt ki tud épülni. Iskola műsora, amely nem a megszokott módon kíván eleget tenni az emlékezésnek. Az elhallgatott gyalázat című film alapján a korszak női áldozatai, az erőszaktevői és a szakkommentátorok gondolatai emelednek meg. Szomjas Sikler György, Szarg és a felnők. Tussán veszek róla a lombos ország, s hozzátok a vérző szarvas felnők, és habjai, könnyű vitorlák, felnők. Roskadó szégyenét szárnyatok rejtse, ne lássa, mint régi irodalma. Tört magancsát, hátára vetve, hallom. Megszállás legkiszolgáltatottabb áldozatai a lányok és asszonyok voltak. Kiéhezett katonák voltak, ki voltak éhezve. Nekik ez volt, mi volt? Nekik meg volt engedve minden. Hát a legborzasztóbb, ami történt, igen, megerőszakoltak. Normális ember ilyet nem csinál. Értse meg, ez háború. Felbőzített emberek, fegyverekkel. Bármi megtörtént. Túléltük. Ez van. Mindazonáltal mi mindenhol normálisan és helyesen cselekedtünk. Minden hadseregben előfordult nemi erőszak. Ez igaz. Leszámolhattunk az ellenséggel a saját területén. Egy bunkerben hatan voltunk benne. Hárman kellett összekuporodnunk, hogy a másik három végre ki tudjon nyújtózni.
szalma volt körbetéve. Egy vödröt adtak, amiben piszkolhattunk. A fejünk mellett volt a veder, a másik oldalon víz, amit ittunk. A magyar lakosság nem volt túl barátságos velünk. Az erdőben fejünk felett mentek a golyók. Iszonyú volt. Az erdőben főleg félelmet keltett. Mindenkit felszólítottak, tessék a táskákat kiborítani. Az órákért éltek, haltak. A magyarok nem ünnepeltek minket. Nagyon óvatosan viszonyultak hozzánk. Én például lovas katona voltam. Azoknak ennyire kellett. A magyaroknak volt szénája. Én azt elvettem. Most mit tegyek? Adjam ott a lovat. Akkor ez fosztogatás? Igen, az. De mit tegyek? A Szovjetunióban nem volt semmi. Se üzlet, se semmi. Magyarország neki nyugat volt. Nagy volt a csábítás, hogy ezekhez hozzájussanak. Volt egy üvegben kölni, és lehozta meg bort keresett, és ott előttünk hitta meg a kölnit. Alig tudtuk bárki konkrét adatokkal szolgálni. A magyarok akkor esküdtelenségünk voltak, hiszen ők voltak azok, akik végig kitartottak Hitler mellett. A szovjet hadsereg alapjában ír olyan szövegeket, ahol kéri a katonákat, hogy ölje meg, erőszakolja meg a nőket, és álljanak bosszút a magyarokon. Ölj, vörös katona! Ölj, nincs kegyelem. Nincsenek ártatlan németek. Alász meg mindenképpen őt, ne törődj senkivel és semmivel. Írta Ian Ehrenburg. Hogy elcsupítottuk magunkat, és betegségeket tettettünk. Nemi betegségekre épülő betegségek jelét raktuk ki magunkra. Kormosak voltunk, hamusak voltunk, tele voltunk tetűvel. Csak azért vetrentünk a piszokra, csak azért, hogy ne bántsanak bennünket. Anyám kúposnak csinált. Szegény anyukám mindig azt mondta, inkább halljatok meg, inkább halljatok meg. Mindig ezt mondta szegény. Nem tudta elképzelni, hogy elvisznek minket az oroszok. Szégyen volt, mert az ember összeszedhetett bármilyen nyomaját. Gyereket is. Isten őriz. Rákos írja egy röpületben, hogy megnagoltak ezek a magyar ők. A barátnémet elpucolták. Heten mentek keresztül rajta. 8000 nőt megerőszakoltak. Megérkeztek a katonák szekereken és harckocsikon. Meglátták a fiatalabb lányokat, és felkísértették magukat azzal az ügyjel, hogy főzni kell nekik valamit. Haramszagú szabadság. De jaj, a csizmák itt nem tetszik szabosság. Otos vagyok. Én nem megyek. Hagyjanak, szűzanyám! Egy óra múlva jöttem ki sírva. Nem ilyen erőszak történt. Rájöttem, mikor nagyobb lettem. Jó volt az egymáshoz való viszony. Még barátság is zöldött katonák is lányok közt. Megfogták a kezét, kettő a lábát, és aztán nem kellett azt kikötni. Meg is hibásodott az anyám. Bele is halt nem sokára. Hajnal fény hull a zöldre, iszonyul rá a földre. Sosan, italos állapotban lefogva az áldozatot erőszakolták meg a nőket. Ez volt az általános. Kódba akartak ugolni. Képzeljék el akkor, miket érezhettek. Szűzlányok, miket érezhettek, mikor egy sereg keresztül ment raktuk. Véleményem szerint a háborúban nem a mocskot, a vért a legnehezebb elviselni. Ilyen van. A legnehezebb megölni egy embert. Még ma is lámad a kínzó indök szaga. A hagymával, a vodkával keveredett uborka bűze. A mosdatlan emberi szájak lehelyzet, melyet a három szörnyetek egész éjszaka
forróan lihegve az arcomba vágott. Karjaimat és térdeimet a betonra nyomta le. Mindenem fáj. Felejtsük el! Felejtsük el! Ez volt a jelszó. Voltak osztrák nők, ahol én dolgoztam. Megtörténtek ilyen esetek. De jó kedven beszéltek erről. Olyan jó kedven beszéltek, hogy közben maguk is nevettek. Vicces volt. Köszönjük, Száli nevtárs! A bűnök megtorlás nélkül maradtak. Ne szóljanak felettesnek, ez volt a lényeg. Az orosz társadalom még mindig nem áll készen a háborús történelem ezen szakaszának őszinte megmutatására. Nincsenek teljesen felkészülve arra, hogy az igazsággal valóban szembe nézzenek. Ha találkoznék egy akkori katonával, biztosan szembe kötnék. Nincs bennem bosszú, nincs bennem haragom. Csak megbocsátás van, de feledni nem tudok. Thank you.